Itt a Híradó, köszöntöm Önöket! Együtt ülésezett a három városrészi önkormányzat, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság. A közös napirendi pont az integrált településfejlesztési stratégiáról szóló előadás meghallgatása volt. Az ITS-t Borsos Győr Kéttornyulak és Tapolcafő településrészek és a Városfejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolja a város képviselő testületének a pénteki önkormányzati ülésen. Pápaváros önkormányzatának városfejlesztési stratégiája az előző uniós ciklusban volt alapdokumentuma a városi fejlesztéseknek. Ezt a dokumentumot kell most megújítani és elfogadásra javasolni a képviselőtestületnek. Ezért tartott ma összevont ülést a Városfejlesztési Bizottság, valamint Borsos Győr, Kéttornyulak és Tapolcafő önkormányzata. Az új uniós ciklusban új dokumentum készült új alapfeltevésekkel. Ezeket a belügyminisztérium rendelte meg, ezeket településfejlesztési stratégiának hívják, ez készült el, jóváhagyta a belügyminisztérium, és ez lesz az új uniós projekteknek az alapdokumentuma. Az integrált területfejlesztési stratégiát Károlyi János tervező mutatta be. A középtávra szóló dokumentum tartalmazza a belváros megújulásának tervét, vagy a szociális városrehabilitációt, benne a lakhatási feltételek, a kommunális infrastruktúra javítását, vagy a zöld felületi ellátottságot. A településfejlesztési stratégia egyértelműen szabályozza az akcióterületi terveket, nagyon pontos felmérést készített, felülvizsgálva a korábbi városfejlesztési stratégiát a város állapotáról, és az egyes akcióterületekre bizonyos projektjavaslatokat is kidolgozott. Az ITS-t a Városi Képviselőtestület az október 2. ülésén tárgyalja majd. Nyilvános tanácsülést tartott ma délután a Pápa környéki önkormányzatok feladatellátó társulás társulási tanácsa. A programon költségvetésről és gazdálkodásról tárgyaltak, és egy alapítvány alapító okiratát is módosították. Az ülés első napirendi pontjában a 2015. évi költségvetést módosította a társulási tanács. Erre azért volt szükség, mert megnyerték az új orvosi ügyeleti autóra a pályázatot. A közeljövőben át is veszi a Pápa környéki önkormányzat az új gépjárművet. Az orvosi ügyelet így az új számítógéppel és a hozzávaló szoftverrel együtt új ügyeleti gépkocsival működhet ezentúl. A társulási tanács tervei alapján a régi ügyeleti autót értékesíteni szeretnék. A második napirendi pontban az első fél évi gazdálkodásról fogadtak el beszámolót, majd a segítő társulás alapítvány alapító okiratát módosították. A vegyes ügyek között arról tárgyaltak, hogy a Pápa környéki községekben létező településtörténeti kiadványokat valamennyi községi könyvtár állományába juttassák el, s felvetődött, hogy a falvak történetéről vetélkedőt is szerveznének járási szinten. Október 5-től megváltozik a Várkertfürdő úszodájának nyitvatartási rendje. Az üzemelési időtartamot a látogatottság, az észszerűség és a gazdaságos üzemeltetés szempontjait figyelembe véve határozták meg, erről tájékoztatta ma a sajtó képviselőit Nagy Zsolt vezérigazgató. A létesítmény vezetője azt is kifejtette, meghosszabbítják a bérletek felhasználási idejét, így a vendégek számára kedvezőbb konstrukciót kínálnak. A kedvezményes úszójegy bevezetése ellenére is alacsony a kihasználtsága a Várkertfürdő úszodájának. Különösen igaz ez a kora reggeli és esti időszakokra, ismertette a felmérések eredményét a Várkertfürdő igazgatója. Az elmúlt időszakban megvizsgáltuk az úszoda kihasználtságának a mutatószámait, és sajnos azt tapasztaltuk, hogy az úszoda kihasználtsága továbbra is nagyon alacsony. Ugyanakkor ezt a fajta vizsgálatot kiemelten a reggel 6 és 8 órás és az este 6 és 10 óra közötti időszakra tettük, és ez a szám sajnos még kedvezőtlenebb. Ebben az időszakban átlagosan 10 fő körüli vendéget tudtunk a létesítményen belül vendégül látni. Este 8 óra után az úszodában nem is találkoztunk fizető vendéggel. Az úszoda nyitvatartását ezért úgy változtatták meg, hogy az az észszerű üzemeltetés irányába mozduljon el. Mind szakmai, mind észszerűségi, mind gazdasági és a kihasználtsági számokat figyelembe véve
arra a következtetésre jutottunk, hogy megváltoztatjuk az uszodának a nyitvatartását. Így hétfőtől péntekig, hétköznapokon, este 8 órától zárva lenne az uszoda, így reggel 6-tól este 8 óráig tudjuk a vendégeinket fogadni, míg hétvégén reggel 8 órától este 8 óráig. A vezérigazgató azt is bejelentette, a vendégek igényeinek figyelembe vételével a bérletek felhasználhatóságának időtartamát jelentősen meghosszabbították. 2015. május 12-től a korábbi vezetőség úgy döntött, hogy a bérleteknél egy 3, illetve 6 hónapos felhasználási időt biztosít. Nem kívánjuk megkárosítani egyik vendégünket sem, ezért a 3 és 6 hónapos konstrukciót megszüntetjük, és egy éves felhasználási lehetőséget fogunk biztosítani. A bérleteinknél még létezik 2015. május 12-e előtt vásárolt bérlet is, ezek korábban korlátlan felhasználásúak voltak, ezt már nem tudjuk biztosítani, de ezek a bérletek is 2016. december 31-ig felhasználhatóak lesznek. A május 12-e előtt vásárolt bérletek tulajdonosait arra kéri a létesítmény, hogy bérletükkel jelentkezzenek a fürdőpénztáraiban, hogy egy regisztrációt követően az érvényességi idő hosszabbítását biztosítani tudja a fürdő. Erre november végéig van lehetősége a bérlet tulajdonosoknak. Pápán is számos program várja az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozat keretében. A 10. jubileumi alkalom a Nagy Könyvtári Show elnevezést viseli, mottója: könyvtárba mentem, gyere utánam. A jövő héten valóban érdemes lesz sok időt tölteni a városi bibliotékában, hisz október 5 és 11 közt lesz könyvbemutató, koncert, kiállítás, több egészséges életmódra fókuszáló előadás és kézműves foglalkozások is. A programok ingyenesek. Az Országos Könyvtári Napok ideje alatt október 5-e és 11-e közt ingyenes lesz a beiratkozás, illetve 11-én vasárnap a megbocsátás napján a késedelmi díjat is elengedik, ha valaki visszaviszi a lejárt határidejű köteteket a pápai könyvtárba, mondta dr. Herman István. Emellett a jövő héten számos program várja még a különböző korosztályokat. Hétfőn dr. Horváth István orvosbiológus professzor tart előadást, kedden október 6-án az aradi vértanúkra kamara kiállítással és temetősétával emlékeznek a könyvtárosok. Ezen a napon 17 órakor lesz egy könyvbemutató is. 1978-ban megpróbált egy fiatalember sorkatona egy MiG-21-es vadászgépet eltulajdonítani, és ezzel a vadászgéppel az volt a szándéka, hogy Magyarország határait elhagyva München környékére, az akkori Nyugat-Németországba távozik. Szerencsére vagy a srác pehjére nem sikerült ez a tevékenység, nem tudta elindítani rendesen a gépet. Az egyik pilóta, akkori pilóta úr, Nagy Ernő úr készített erről egy könyvet, amelyet könyvtárunk a Jókai Füzetekbe jelentetett meg, és 6-án lesz ennek a könyvbemutatója. Október 7-én szerdán a rendőrség és a tűzoltóság várja a gyerekeket a könyvtár udvarán. Október 8-án lesz verses zenés műsor, valamint Molnár Cecília egészségfejlesztő táplálkozási és életmódbeli tanácsokat ad. Október 9-én pénteken pedig 18 órakor Jósi barát lesz a pápai könyvtár vendége, az emberi kapcsolatokról beszél majd. Október 10-én szombaton pedig családi napra invitálják az érdeklődőket. Délelőtt lesz 9 órától pónilovaglás az udvaron, 10 órától a Csornai Garabonciás Együttes tart egy ilyen interaktív koncertet. Gyerekeknek majd kézműves foglalkozás lesz, és este 5 órára várjuk a felnőtteket, nyugdíjasokat egy nótaesttel. És ahogy az már hagyomány, az Országos Könyvtári Napok keretében minden program ingyenes. Kültéri játékokat kapott a tapolcafői óvoda a bakonyi betyároktól. A Pápai Motoros Egyesület 10. alkalommal szervezte meg jótékonysági motoros napját, aminek bevételét ezúttal a csatolt település rész óvodája kapta. A közel 200 000 forintból babaházat, padokat és napfogót vásárolt az intézmény. A Bakonyi Betyárok Motoros Egyesület 10 éve indította jótékonysági motoros napját. Akkor döntötték el, hogy a rendezvény bevételét gyermekeknek adják. A legelső adományt a Pápai Kórház gyermekosztálya kapta. De segítették a Kópé várat, a Napsugár bölcsödét és a Vajdamárta speciális intézményt is.
valamint az egy évtized alatt 6 óvoda játékparkja újulhatott meg az ő segítségükkel. Próbálunk sorba menni az óvodákon, és próbáljuk megkeresni mindig azt az óvodát, amelyik a legjobban rászorul ezekre az eszközökre. Ugye évről évre mindig sikerül ilyen óvodát találnunk. Az idei jótékonysági motoros napon 196.585 forint gyűlt össze. Ezt az összeget kiegészítve vásárolták meg a Tapolca Fői Óvoda új kültéri játékait. Ebből az összegből sikerült egy babaházat felszereléssel vásárolni, valamint kerítést és padot is kaptunk hozzá, külön a cég ajándékaként pedig kaptunk egy kis hintát, valamint labdákat, és a sportoázis felajánlásaként pedig egy rollert is kaptak a gyerekek. Az ajándékok között egy napfogó is van, amit a homokozó fölé állítottak fel az óvónők. Ezt egyébként már a nyáron megkapta az intézmény. Nagy örömmel fogadtuk a felajánlást, hiszen a gyermekek játékai folyamatosan fogyóeszköznek számítanak az óvodánkban, így mindenféle játéknak nagyon örülünk. A babaház valóban jó választásnak tűnt. Ott jártunkkor az összes gyermek benne vagy körülötte játszott. Az átadón az ovisok kedves tánccal és egy maguk által készített motoros képpel lepték meg a bakonyi betyárokat. Az eseményen Unger Tamás alpolgármester és Csákvári Judit, a pápavárosi óvodák intézményvezetője is jelen volt. Rendhagyó irodalomórán vettek részt a Tür Gimnázium kisgimnazistái tegnap délután. A vendég Nyulász Péter író volt, aki Helga című regényét mutatta be a diákoknak. Az iskola ugyanis idén ezt a kötetet választotta az olvasási verseny első célpontjának. A regény azért is érdekes, mert szűke pántriánkban, a Balaton és a Bakony rejtekeiben játszódik. A kortárs magyar irodalom megismertetése a célja a Tür Gimnázium szokásos házi olvasási versenyének. A kisgimnazisták esetében nem árt a regényhez kedvet csinálni, ezért hívták vendégül a kiválasztott kötetnek a Helkának íróját, Nyulász Pétert, aki vetített képekkel tette még érdekesebbé a bemutatót, láttatva azokat a helyszíneket, ahol a regény játszódik. Azt is fontosnak tartjuk, hogy ismerjék meg azokat a történeteket, amelyek szűkebb pátriánkhoz kötődnek, így például a bakonyi mondákat, illetve a Balaton környéki történeteket. Az olvasmányt elsősorban a kisgimnazistáknak szánták a versenyszervezői. A rendhagyó irodalomóra vendégei is az 5., 6., 7. és 8. osztályosok voltak. Az olvasási verseny feladatait idén is a Magyar Munkaközösség állította össze. A gyerekek kapnak bőségesen időt arra, hogy ezt el tudják, vagy hát nyilván, hogy el kell olvasni a regényt, hogy ki tudják tölteni a feladatlapot. Egyénileg is versenyezhetnek, illetve páros versenyt is, vagy párosan is kitölthetik ezt a feladatlapot. A feladatlapokat január elején adják le a diákok, az eredményhirdetésre a tanévzáró ünnepélyen kerül majd sor. A legjobbakat könyvekkel jutalmazzák. Holnap is napos, de hűvösebb idő várható, jöjjön az időjárás jelentés. Általában gyengén felhős napos idő lesz, ugyanakkor főként a Délalföldön és a Dunántúl délnyugati részén átmeneti felhősebb időszakok is lehetnek, elsősorban a nap első felében. Csapadék nem várható. Többnyire mérsékelt lesz az északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 2 és 9 fok között alakul, de a derült, szélvédett, mélyebben fekvő helyeken kevéssel fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet. Talajmenti fagy több helyen előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék holnap is a híradót, várjuk Önöket. Viszontlátásra!